Na, a következőkben ugye jelenleg most így inkább kérdésítsem Dr. Péter Prasságot, hogy az ő munkásságával lenne szó a következő előadásról, de sajnos ő nem tudott jelen lenni. Úgyhogy sajnos velem kell beérnetek, úgyhogy ez elég tartalmas vetítés lesz, jó sok ilyenből, úgyhogy 93-mal összesen, úgyhogy egy kicsit majd lehet, hogy bele kell húznom a dolgokba. Úgyhogy nem tudom, hogy az ilyen nagy technikus nevek között ugye hallhattatok már korábban róla, azon egyébként azt kell tudni, hogy az édesapja kezdte ezt a technikusokkal való foglalatosságot, és ugye később a fia is ugyanígy partner volt ebben, és ugye ők hoztak létre Ausztriába egy ilyen központot, ahogy ezekkel foglalkoznak. Most jelenleg 4 különböző központjuk van, főként Grazban, ott van vele ugye 3 nagyobb rész, van még a saját otthonunkban is, jó pár különleges faj, meg van még egy külön területük, még Dorsklánzbergben, ahol így az ilyen a technikusok szentgáljait, az ilyen kóra fajokat tartják, ugye azok általában elég sokat szoktak számítani ezekbe. Na. Na, megy is tovább. Na, ugye a technikusok ugye ezzel kapcsolatban ugye a legritkább, legveszélyeztetettebb fajok közé tartoznak. Az azt jelenti, hogy az IUCN szerint ugye a világ vízi technikusainak a 62%-a ugye vagy sebezhető, vagy veszélyeztetett. Ugye vannak olyan fajok, amelyeknek akár mi is a szemtanúi lehetünk a kihalásoknak, tehát nem is egyszer. Például ilyen a szvénolátyai teknős, aminek ugye egyszer már egy mesterséges megtermékenyítési kísérlet során ugye az ember már tanulja lehetett, hogy elpusztult a legutolsó nőstény egy állatkertben. Ezután szerencsére pár évvel már felfedeztek újabb állatokat. Ezek között egy nőstény volt, ami pont egy pár hete vagy egy hónapja terült ki, hogy élettelenül úszkált a folyónak a felszínén, úgyhogy sajnos már egy már másodszorra tűnt el az utolsó nőstény ilyen fajnak, úgyhogy ez nem valami derülátóknak a kilátások, hogy esetleg újabbak fognak előkerülni a különböző kis tavakból, úgyhogy sajnos ezekre érdemes odafigyelni, és sokszor egész kis erőfeszítések is elegendőek lehetnek egy-egy faj megmentéséhez. Technikusoknak ugye, ami benne inkább beszélek akkor arról, hogy mi az, ami miatt ugye különösen veszélyeztetetté teszi őket. Ugye ez sokszor az, hogy általában nem olyan szaporák. Ugye az utódokra, a tojásaikra is ugye elég sok ragadozó jelenthet veszélyt, és ugye emellett ugye nagyon sok idő kell, mire elérik az ivarérettséget. Ezek ugye vannak olyan fajok, amelyeknél akár egy főleg hímeknél akár 2-3 év is elég lehet az ivarérettséghez, de ezek az ilyen kirívó esetek. Vannak olyan fajok, amelyeknél lassabban megy. Ez általában attól függ, hogy mekkora méretű az állat. Hogy általában a technősöknek nem az életkor határozza meg, hogy ivarérettel, hanem általában egy bizonyos test méret. Szóval ha van egy technősünk, ami elér mondjuk egy 15 centis páncélhoz, és mondjuk általában a felnőtt állatok azok mondjuk 14 és 18 centi között vannak, hiába mondjuk kiemelkedően gyorsan elérte azt a méretet, már onnantól kezdve akár a nőstény elkezdett tojásokat rakni. Nyilván a természetben ez sokkal visszafogottabban zajlik, mert tudunk tükrözni vele, hogyha az ember folyamatosan melegbe tartja az állatot, és folyamatosan van lette megfelelő minőségű eldel, akkor folyamatosan nőni fog, és hamar nagy súlyt ér el, ezt nyilván inkább a kínai farmokon szokták alkalmazni, a létkezési célra tenyésztik ezeket az állatokat, de a természetben ugye ez egy jóval lassabban még ment bennő folyamat, hogy ennek ki kell vonnunk azokat az időszakokat, amikor az állat ugye teleléssel tölti ezt. És ugye az utódoknak a szakolatára az is rengeteg veszélyt jelent, hogy például egy ilyen példát mondjuk a betelepített ragadozók, vagy az, akár az ősorvosok értük. Magyarországon ugye az első ilyen technikus szakmai napon a tropikáriumban volt egy előadás, ahol pont a fészek predációt nézték meg, és ott, ha jól tudom, talán valamilyen 96-98%-os adat volt, amennyiben ugye áltozatok a mocsári technikus fészkek, főként a rókáknak. Úgyhogy ezt a rókák a jó szokásokat ugyanúgy megtartják más kontinensen is, úgyhogy Ausztráliában például a legnagyobb probléma pont a rókák okozzák, akik kiássák a teknős fészkéket, ugye szag alapján nagyon ügyesen megtalálják, hogy hol rakta le a teknős a tojást, és hát
a ravaszdiak így könnyen kiforgatják a tetnős fészkeknek a legnagyobb részét, ezzel általában úgy tudnak védekezni, hogy ilyen fémrácsokat próbálnak le a talajba, ahol ugye a kis tetnősök kikelése látható. Na, úgyhogy itt ugye arról van szó, hogy milyen gyorsan vezethet ugye a tetnős fajok kipusztulásához a negatív körülmény, ugye főként az ember el sem tudna képzelni, hogy Ázsiában milyen hatalmas piacok vannak, ugye nálunk ilyen jelentek, kombival szoktak megesni, itt ugye Ázsiában ez nem ritka, hogy a tetnősök keresik meg. Ezekben az a különleges, hogy rengeteg faj begyűjtenek, de például ez inkább Kínában jellemző, olyan mennyiségben gyűjtötték be a tetnősöket, hogy az utána valójában inkább Indiával importálták be ezeket a tetnősöket, természetesen nem legálisan, és ugye ezeket fogyasztották. Ugye rengeteg hiedelem köthető hozzá, meg ugye ez is náluk a szerves része, úgymond a kultúrának, mert valószínűleg mikor nem voltak ennyien, sokkal több állat volt, könnyen tudtak fogyasztani a természetből ilyen lényeket, viszont az idővel kevésbé jól működik. És például olvastam egyszer az egyik technősök szakúságban egy cikket, ahol arról volt szó, hogy ezeket a technősöket ugye a legnagyobb mennyiségben tenyésztett faj, aztán a kínai lágyhéjú teknős, hogy például, hogy könnyebben el tudják adni, az emberek úgy vannak valamit, magyarok, mi azt teszünk, hát melyik tojást veszünk meg, azt a jó, szép sárgát. És tojásárjával is tudnak trükközni az emberek, hát ha piros paprikát kevernek a barom pitába, akkor szép narancsárga lesz a tojásárjája. Na, a kínai lágyhéjú teknősöknél, hogyha barom fogott, általában a haspáncél kicsit sárgás árnyalatú, úgyhogy valószínűleg a táplálékokból ugye belerakódik a nem karotén, vagy nem tudom mi okozhatja ezt az elszíneződést, viszont ugye a fogságban tápolnál a teknősöknél ez nem figyelhető meg. Ezt úgy trükközték például ki a helyi kereskedők, hogy megmaradták valami savval a teknősöket, és ugye megveszik a piacon, azt nem számít nekik, hogy most a teknős az most mennyire aktív, vagy mennyire él, ott van egy szegény ilyen átjuggatott lábakkal, összekötött lábakkal, hogy utána majd hálóba várja azt, hogy mikor végzi be a sorsát. Úgyhogy sajnos ezek a dolgok ezek nem túl jók, viszont nagyon veszélyesek a természetben élő teknős populációra, sokszor nem számít, hogy milyen fajról van szó, és régen ezeket ilyen razziákkal nagyon jól meg tudták oldani, de előtt most már úgy működik ez az illegális teknős kereskedelem, hogyha nem ilyen mennyiségekről van szó, hogy általában már házhoz mennek a dílerek, és akkor így kevesebb az esélye a hatóságoknak, hogy rajtuk üssenek. Úgyhogy például itt is megnézzük, egy hatalmas nagy mennyiségű ilyen teknős kupac van mindenfelé. Amit mostanában a legszemetszúrobb volt, mert nagyobb visszhangot kapott, hogy tehát az elmúlt két évben két vagy három ilyen hatalmas szállítmányt is megtaláltak sugaras teknősben Madagaszkáron. Ami egy, ugye itt is szóba kerültek, nélnek a sugaras teknősök, ez viszonyatosan drágák. Viszont ott a helyiek megeszik őket, vagy eladják, ahol ugyanúgy időben van, szóval táplálékként fogják végezni, és hogy olyan dózisan több száz, több ezer teknősről van szó, hogy igazából ez fenntarthatatlan, és ha az emberek erre nem figyelnek oda, akkor egy nagyon rövid úton ezek az állatok teljesen eltűnhetnek. Úgyhogy különböző ötletek vannak itt a Turtle Islandnél is, hogy hogy tudnák ugye megoldani az egész problémát. Nyilván több szervezet is munkálkodik ezen a világon. Talán egy jó dolog, de ez csak a személyes véleményem van az egészre kapcsolatban, hogy a teknősöknek ebben is van valami előnye, hogy hosszú életűek és lassan érik el az ima érettséget. Mert hogyha például az állatkertekben vagy egyéb helyeken ugye ilyen fogságban tartott kolóniákat tartanak az emberek, akkor ezek sokkal lassabban veszítenek a genetikai értékükből. Ezért szerintem különösen hasznos lehet ezeknél az állatoknál, hogyha vannak ilyen csoportok, amiket tartanak például állatkertben, amik, hogyha természetben helyreállnak a dolgok, akkor vissza tudják őket telepíteni. És tovább is megyek. Itt ugye az egyik helyük itt az idősebb a lakosságnak a házában lévő teknős gyűjtemény látható, nagyon szépen ezt is rendbe tartják, ott látható egy keselyű teknős is hátul, nem tudom, hogy ő az, de az egyikből pedig egy ilyen érdekes sztori, hogy ők már akkor elkezdték ezt a teknősös dolgot, mikor így az állatvédelem, az, hanem is az édesapja még
meg nagyon Csillájában járt, úgyhogy volt egy keselyű teknős, amit még tojásként hozott el Amerikából, és a tojás utána kikelt Ausztriába, és azóta is megvan ez a teknős. Úgyhogy itt vannak tervek ugye az épületekről, úgyhogy építészként vagy bérnökként dolgozik, nem lehet ez Balázs jobban ki tud igazítani ezzel kapcsolatban. Kifejezetten állatkerti kifutókat tervezett egy időben, építész a papa, igen. Volt, most már nyugdíjas. Szóval építészként dolgozott, ezért gyönyörű dolgokat készített. Ez például itt a dolgozó szobájában, de itt sokan álmodoznak ilyenről, ilyen kívánásra. Egy ilyen dolgozó szobában, amiket ülögettünk ott a gép előtt, közben ott szépen úszkálnak ritkán, teknősök az üvegházban. Úgyhogy remek megoldásokat talált ki, és nagyon gyönyörűeket. Ez körbejárható, tehát nem csak a dolgozóból látszik, hanem azt ott körbe lehet menni, és a tetejéről is be lehet nézni, be is lehet lépni. A fiatal társaság rendszeresen elmerül ezekbe a medencékbe, elsogatjába, azt mert Jani elmeséli, hogyha mondtad meg. Igen, egyébként ez egy nagyon jó élmény az embernek, mikor így láthatod, hogy nem az alsogatás jelenti gondolat, csak hogyha valaki ennyire tényleg szívéből foglalkozik ezekkel az állatokkal, meg a megmentésükkel, hogy van, aki ugye szeret valami hatalmas nagy összeget, vagy valami megjelenést, vagy bármit, hogy valaminek érezze magát, viszont itt mindkettőknél azt láttam, hogy ezt szeretetből csinálják, és hogy így akkor előttől a tulajból is a gyerek, és akkor fogja magát akár, például, hogyha meg kell fogni egy teknőst, akkor nem teketolja ezek, akkor egyből boxerra vetkezik, aztán beleti a vízbe magát, hogy akkor kiszedje az állatokat, és sok dologban érdekes, főleg mikor sajnos így, hogy nincs itt, nem tudja elmondani a sztoriáit, amikor meséli, hogy melyik teknős például hogyan került oda, van például olyan, amit az élőhéről ő gyűjtött be személy szerint, és volt, ami egy-két dologban fejtődést okozott, és akkor mégis elmesélt, hogy hát igen, és amikor megfogta, akkor sem volt olyan jó, mert amikor jött kifelé vele a vízből, akkor lépett bele egy szögbe, ami átjegy deszkából, úgyhogy vannak ilyen érdekes sztoriák. Itt is látszik még egy másik perspektíva, itt az építkezés. Úgyhogy van ilyen külső tó is, egyébként nagyon jó pof, amikor én is legutóbb jártam ott, akkor itt főleg észak-amerikai teknősök vannak, amik itt is kint elelnek, és mondjuk volt egy ilyen amerikai mocsári teknős, az Emis Bendingi, és az ember, hogy így ment végig, az itt követte végig a víz, amit a szerzőni sétált utána, ott olyan volt, mint egy kutya, úgyhogy néhány teknősük az tényleg ilyen barátságos. Itt is megint az építkezésről pár kép. Itt van ugye a belseje az egyik területnek. Nem tudom, hogy itt látszik-e, de ebben az épületben vannak akváriumok, azt hiszem ezek itt egy ilyen kis ilyen lappal vannak elválasztva, és a teknősök azok be tudnak úszni kintről, a külső tóból befelé, hogyha belső meleget környezetben szeretnének lenni, akkor szabadon választhatnak, hogy éppen kint vagy belül szeretnének elhelyezkedni. Úgyhogy gyönyörűen néz ki az egész, ez már kevésbé, de majd akkor inkább mondom ezen a díján. Szóval gyönyörű a rész, ha esetleg sikerül összehozni, akiket érdekel majd, lehet a jövőben, de ez nyilván a Lesek családon is múlik, akkor lehet, hogy próbálunk túlát intézni, mivel a helyszínek közül két hely többek között az egyik ez a ház, aminek megvan az állatkerti engedélye, viszont nekik nem ez a fő profiljuk, úgyhogy csak évente néhány alkalomban, amikor észlátogatót fogadnak, hogy erre van érdeklődés, és a jövőben van lehetőség, és akkor ezt mindenképpen megpróbálunk egy túrát szervezni, mert a Deutschlandsbergben lévő központjukat azt még nem is láttuk, ott csak a kórák, dobozteknősök vannak, a szervezeteknősök, de igazából ott is 800 állattal képviselteti magát, hogy ez a csoport, hogy rengeteg állat van mindenhol. Na, ez így a kérdésé. Szerintem ez a ház, ahol ugye így több szinten vannak elhelyezve az állatok. Itt is látja az ember, hogy mindenhol minden is van. Itt úgy kell elképzelni, hogy szárazföldi trópusi fajok, meg állványok a akváriumok bent közöttük, de lehet, hogy másik képen jobban látszik. Ez most közben ugrottam, ez egy
üvegházban van benn. Itt látszik, hogy úgy van megcsinálva, hogy egymáson az állványa egymás között vannak a nagy akváriumok, és alatta pedig sorba polikarbonát levezekkel el vannak választva ilyen kis papukra az alatta lévő részek, és úgy kell elképzelni, hogy mondjuk itt fenn vannak mondjuk a hajlanicsnégikánszok, vagy egyéb ilyen víziteknősök, lejjebb akkor mondjuk van valami lányhívű teknős, és akkor itt alatta pedig mászkálnak mondjuk a japántóri teknősök, vagy a orosz teknősök, vagy bármi más. Itt van még ugyanerve egy rész még ezen be van telepítve. Úgyhogy vannak itt ilyen nagyobb medencék is, úgyhogy az ember, amikor nézegeti, gondolom, az mindenkivel megesett itt is az osanóságban, hogy akkor nyelv végén kiárosítás van a fényváltos medencék, hogy mindenkinek megfordul a fejére, hogy hát de jó lenne egy olyan, de gyereknek biztos nem kell majd a tetősöknek, akkor jó lesz egy kinevi, vagy bármi. Úgyhogy itt ilyen nagy medencékben vannak elrakva ugye a nagyobb testű fajok, ott ugye ugyanúgy vannak a nagyméretű vatagúrteknősök, nagyhéjú teknősök, ilyen nilszóniák, akármik, amik mint ez az asztal olyasmi páncélméretet elérnek, nyilván azoknak még nagyobbat is, azért bőven kell a hely, úgyhogy ez csak az egyik része, nyilván a rezsiköltség az meg olyan, amit a biztos dobnánk egy hátast, hogyha pontosan tudnánk. Na, hogy itt átváltott már közben német nyelvre, de ugye a teknősöknek ugye több mint a 60%-a ugye a kihalástól veszélyeztetett fajok között lehet, úgyhogy itt is vannak különlegességek, például a kaszás úgyse egy ilyen túlságosan biztató dolog, úgyhogy itt van a batagúr teknősök, hogy itt van az apfigesz, meg a batagúr maszka, ezeket nem nagyon lehet látni sok helyen. Itt Magyarországon szerintem egyáltalán nincsenek batagúr teknősök, tehát lehet, hogy batagúr borna van ez is, lehet, hogy van privát kézben valakinél, de szerintem ezen kívül máshol nincsen. Ezek a teknősök nagyvonalakban azt kell tudni, hogy általában a nagyméretű folyamokban, esetleg még ilyen magnóbeállítók belévő vizekben is előfordulnak, és sokszor a szaporodási időszak alatt is így rengeteg kilométert tesznek meg a folyókon fölfelé, hogy ugye szaporodjanak. Ugye ez emiatt ugye rengeteg problémára ütköznek. Ugye ilyenek a halászhálók, ugye túlhalászat meg túlhorgászat ugye jellemző a környéken, és rengeteg állat pusztul el. Ez nem csak őket veszélyezteti, más állatokat is. Például a gangeszi gaviáról lehet, hogy már többen hallottatok, hogy milyen komoly problémák vannak a vizeknek a túlságosan kizsákmányolásával, pedig ez is egy nagyon különleges állat volt, csak közben néztem, hogy már nagyon-nagyon a harmadára tartok, és így sosem fogok a végén érni, úgyhogy ha nem haragszatok, egy kicsit bele tekerem. Na, hát ugye vartagból teknősökről van szó ugyanúgy. Ugye az egésznek a szerepe az nem abban van, hogy ők most mondjuk a tőletolányánél fogják szaporítani ezért itt a fajokat, amire van példa, mint ugye ezeket a vartagból teknősöket, hanem ugye más állatkertekkel is beszélnek, sőt, kint a helyszínen is segítenek, hogy létrehozzanak ilyen különböző ilyen fajmegmentő projektnek fenntartott telephelyeket, ahol ugye az állatokat ilyen elkétett részekbe tudják kezelni. Természetesen, hogyha Peter King van ilyen területeken, itt is minden további negyből fejestünk itt ebbe a dzsungás vízbe is, hogy akár összeszedje a teknősöket, úgyhogy az ilyenek nem okoznak problémát. Az az érdekes, hogy ugye ezeket a fajokat ez így egész jól működhet, viszont amíg ugye nincsen megoldva ez a probléma, hogy nem szabadítjuk fel egy kicsit az élőhelyeket, addig ez sose fog megoldódni, hogy vissza telepíthessük őket a természetbe. Itt azt hiszem talán rajtuk kívül, akit még tudok, a prágai állatkertbe próbálkoztak, aztán ott talán még nem keltek ki kicsit, hanem jutom kelés előtt ideig mindig befulladtak a tojásba, de például ott nehezen fogadták a felkínált tojásapú helyeket az ott tartott batagúr maskák, ezért úgy tudják megoldani a dolgot, hogy amikor a löstény teknős a vízbe elpotyogtatja a tojásokat, akkor ott a gaviárok közül ilyen nagy hosszú hálóval kimelegetik a tojásokat, és megpróbálják kikeltetni. Úgyhogy itt is látszik, hogy egy ilyen meredek parcok, azt mondom, sok után van a tojásapú rész. Ott van a Peter is, akiről szó volt idáig, a fiatalabb társág, így bedobozolva szegény.
Úgyhogy látszik, hogy a helyiekkel közben működve ugye próbálják a fajt szaporítani. Ugye látszanak a kicsik, ugye minden nagy méretű állatról van szó, nyilván nagyobb tojásokat is rak, és ilyen nagyobb méretűek a kis repülősök. Itt látható a feleségével, úgyhogy általában ők ketten, meg a papa az egésznek a feje, és ők irányítják az egész szervezetet. Úgyhogy feleségesen van, mert például Amerikában dolgozik, hogy jelenleg főként üregtechnősökkel és állatorvosként tevékenykedik még emellett. Szép lassan így. Tovább megyek, itt ugye látszik, hogy jeladóban felszerelik az állatokat, ezek ugye azért fontosak, mivel hogy a természetben, ahogy ugye említettem, nagy távolságokat is megtesznek a folyamokban, és ugye ezért különösen fontos, hogy az ember ezt monitorozni tudja, mert különben lehet, hogy így a sok előfeszítés hiába való, hogyha az ember ezzel nem tud mit kezdeni, hát a célja természetesen a legmegfelelőbbek a hímek, mivel hogy mint az ember és a katonaság, hogy a hímeket azokat könnyebb hordolni, hogyha ugyanilyen arányban vannak nálunk, úgyhogy a nőstények azok nyilván az ilyen tenyészprojektekben azok jóval értékesebbek. Na, ez pedig, ha jól látom, az már, igen, ez már átugrottunk közben Ázsiából Mexikóba. Ugye Mexikóban is az a fő probléma, hogy iszonyatosan környezetszennyezés. Ugye Mexikóból melyik állat üt elsőre eszetekbe, hogyha ilyesmi van, és nem a kopaszkot járunk. Igen, az abszolút. Ugye Mexikói abszolút, hát az ember úgy van vele, hogy a belép egy állatkereskedésben már azon csodálkozik, hogy nincsen. Ez az állat, ez viszont a természetben teljesen megritkult, hogy alig találnak belőle példányokat, hiába próbálják visszatelepíteni. Ennek a fő oka a környezetszennyezés. Iszonyatosan szennyezik a vizeket, nem figyelnek oda le, és ez nem csak ugye az abszolútra igaz, hanem a teknősökre is. Itt pont egy ilyen kis mellékvonal van, itt nem konkrétan az abszolút, egy középvonal, az ambisztoma tumerinióról van szó, hogyha az ember visszamegyek az előző képre, látja is, hogy milyen szinten be van építve a terület, és mennyi szennyvíz folyhat itt el. Úgyhogy sok problémát okoz, ezek a dumerió gőték, ezeket ugye a helyiek segítik a támadásokat. Hát igazából gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy abszolút egy ilyen afroamerikai változatban. Nagyon jó, jelenleg én úgy tudom, egyedül a tropikáriumban van három példányunk, és akkor ott lehet megtekinteni őket, de reméljük majd ott lesz szaporulat is belőle. Egyelőre, ami érdekes és egyébként itteni vonulata, hogy kiderült, hogy az európai állományt az pont abból eredt, hogy amit Mexikóból egyszer áthozott a Peter, azok alkották az egésznek az alapját, és most azokat az állatokat tenyésztik az összes többi állatkertben is. Na, itt mennek ugye tovább a látjai teknősös történetre. Ebben ugye láthatunk nagymértő látjai teknősöket. Én nem vagyok biztos benne, hogy ezek még itt elszoktam, meg a Balázs meg tudja erősíteni, hogy... Szóval ezek valószínűleg fekete látjai teknősök. Iszonyatosan ritkák, róluk azt kell tudni így a Turtle Island kapcsán, hogy elvileg őket úgy fedezte fel egy templomtóba, hogy még van egy csomó ilyen állat, amiről ugye nem volt tudomásuk, hogy azt valahogy a Peter Pesek találta meg. Ezek az állatok szegények nem néznek ki a szépen, viszont rengeteg van a templomtavakból, a különböző teknősökből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ott nagyjából ilyen szent állatként tekintenek, vagy szerencsehozóként a teknősöknek, teknősökre, és a templomtavakba gyűjtik őket. Sok olyan ember van, aki nem ért hozzá, úgyhogy szállászódi teknősök is gyakran muszkálnak, vagy kívulnak, még nem fulladnak a vizekbe, úgyhogy gyakran belekerül minden teknős, és ugye nyilván az ívósabbak szoktak megmaradni. Az emberek még sok helyen szívesen etetik is őket, és akkor készítenek ilyen rizsből, meg egyenlegnél gombócokat, és akkor azt eszik a teknősök, de nyilván ez az állatoknak nem egy jó, de szívósáltak a teknősök, úgyhogy szerencsére általában kivéve lehet velük kürtőzni is. Úgyhogy látszik, hogy ezek az állatok itt azért tele vannak ilyen harapásos sérüléssel, meg bombás fertőzésekkel, úgyhogy ezeket ugyanúgy meg lehetett figyelni az ilyen szvénorátjú teknősöknél és pár ilyen idős példánynál, amiről
Balázsnak van rá a legtöbb információ, úgyhogy ha valakit érdekel, majd szerintem ő biztos tud ilyenben pár nálam sokkal okosabb dolgot mondani. Úgyhogy azok a lelkévű technosoknak ez nem a legirányosabb élőhely, de remélhetőleg majd a természet is visszakerülnek. Valami harcsákkal együtt vannak. Sajnos az ilyen egyéb háttéréről ezeknek a dolgoknak nem tudok mesélni, sajnos az előadást az csak tegnap éjszaka küldte át nekem. Itt van egy sérülés, amit nem tudok megmondani, hogy mi okozta. Ez egy, ugatunk egy kontinenst, ez egy afrikai faj, ez egy Cicloderma umbri, egy magyarul nem tudom megmondani, hogy milyen háttérű teknős faj. Ő is egy különlegessége, tudomásom szerint először a világon nálunk szaporodott a törtörájban, ennek egy valami sérülése volt, ami így begyógyult. Én mikor most láttam idén az állatot, akkor ennek már csak a töredéke látszott, hogy nagyon szépen gyógyulnak az állatnak a sebei, és hogy itt látszik a pár is. Ami érdekes, hogy ott egy bevett módszer, hogy a legtöbb teknősnek az akváriumban szinte mindenhol ez az összecsíkozott fólianyag van, és ugye ez nagyon jól működik náluk, hogy ez a teknősöknek remek gúgóhelyet biztosít, és könnyű kezelni, nem kell vele semmi problémát okozni. Itt látszik, hogy egy röntgenfelvétel sok-sok tojással, úgyhogy ugye látjuk, hogy a teknősöknek általában ilyen kerek alakú tojásai szoktak lenni, és itt látszik egy kicsi, ami kibújik a tojásból. Ezek nagyon érdekesek, ugye ez a valamelyikben kép van. Nagyon érdekes, hogy gyönyörű a színű, tényleg ilyen rigidó olyan, mint egy sárga lépa, és nagyon érdekes az élet, mondjuk egy kicsit a matamatáira hasonlít, hogy itt beszippantják a zsákmányokat, úgyhogy konkrétan olyan zsákmányok van, hogy mint tényleg, hogyha folyamatosan az ember nem tudnak ide lehet adni, hogy annyira sokat fogyasztanak, úgyhogy náluk is néha vannak problémák, hogy hallottam olyanról is, hogy például próbálkoztak már. Hát ugye sokan, főleg az ilyen privát emberek közül a teknősök inkább a pénzszemszögből néznek, ugye sokkal ritka és drága. És ugyanígy vannak olyanok, amelyekből emiatt próbálnak nagyobb populációjú csapatokat összeszedni, ami hát van mikor működik, van mikor nem. Például ezekből is volt olyan, aki vett több tucat példányt, és a végére az lett, hogy sajnos ezeket a teknősöket mind elvesztette az illető. Nem tudom, mi volt a fő oka. Szerencsére a törtörájlennél jól működnek, de nem tudom, hogy mi az oka. Ott például minden pusztul, de ne lepődjön meg az ember. Sokszor ezeket, amiket lehet találni akár az ilyen európai kereskedelemben, hogy például azon lepődtem meg, hogy volt olyan, aki például Olaszországban tenyésztő, ott például kóraflamomért marginálták, ezeket a sárga szegi szaránca teknősöket tenyésztett, és talán valami 800 tenyészállata volt, amiket így nehéz elképzelni, de az az érdekes, hogy ennek nem az európai piac a fő célpontja, hanem Ázsia ugyanígy, úgyhogy sok esetben innen Ázsiába kerülnek még ugyanúgy visszaállatok. Most, hogy ismét ez már egy nem nagyon aktuális kérdés, amit ugye így feltettek ez a diához, hogy még megmenthető-e, nyilván ennek most így az esélye ismét a nullára csökkentek, de hát ha még van egy kis remény. Úgyhogy ez a teknős, talán a legkülönlegesebb az, hogy ugye a Balázs évén ugye ennek van magyar vonatkozása, de reméljük, hogy egyszer egy előadás keretében majd róla is hallhatunk ebből többet, de nem akarom így ennyit piszkálni az ilyen dolgokkal. Na, itt látható egy ilyen mesterséges megtermékenyítési kísérlet látja egy teknősnél, mert ez az ijesztő polip, ez az Ivanszerra hím látja egy teknősnek, úgyhogy nem valami barátságos kinézetű dolog. Itt kiderült például, amikor próbálták mesterségesen megtermékenyíteni még az ezelőtti legutolsó nőstény az átjaimból egyébként sérült volt az ivar szerve, és emiatt nem tudott megfelelően szaporodni, és akkor nála például szemben ilyen elektromos impulzusokkal tudtak spermiumokat kinyerni. És akkor itt van a folyamat. Teknősöknél hát ez nyilván ez nem a legszebb része a dolognak, mert is én gondolom. Na, akkor még gyorsan látjuk teknősökről annyit, hogy ugye
nekik is sok fajuk van, de Magyarországon is főként ugye az észak-amerikai két fajjal, a spinifélával meg a ferocszal találkozunk, azok is egyre ritkább, amióta citeszesek lettek. Ezen kívül meg a kínai látyainteknőssel, de ugye sok fajuk van, és sok fajuk igen tekintélyes méretet ér el, ezért nem nagyon találkozni velük. Inkább ami a szomorú részemről legalábbis, hogy a teknősöket egyébként állatkertek kiválóan alkalmasak lennének rá, hogy megmentsék, de ugye a legtöbb állatkertnél ugye azon van a hangsúly, főleg itt, hogy nézem Magyarországon, hogy mindenhova kell zsiráf, meg tigris, meg oroszlán, meg elefánt, mert hogy ugye ezek vonzák a népeket. Viszont sokkal kisebb ráfordítással, akár igaz kevésbé látogató-csalogató, de nagyon különleges állatokat meg lehetne menteni, és csak hogy egy kicsit elkanyarodjak ettől, hogy például Magyarországon is van ez a Good Egg projekt, akik eleván szülő mexikai fogáspontjokkal foglalkoznak, és például ők nagyon jól meg tudják oldani ezt, hogy egy iskolában, egy teljesen hétköznapi iskolában vannak minden halakváriumok, és ott tudják tartani ezeket a halakat és tenyészteni, több helyre kihelyezik őket, és hogy ilyen apró lépések is vezethetnek akár egy-egy faj megmentéséhez, és például az állatkertek minél több ilyen fajt lesznek be a repertoárjukba, akkor talán ezzel sokkal többet tesz az ember a természetért, mint egy újabb fehér tigrissel, vagy egy fehér oroszlánnal, vagy legyen is akármiről szó. Na, most tudtuk, hogy itt van a következő faj, amit épp most elfedeztek, de már majdnem, hogy ki is hal. Ez egy Echinosternum vocti, vagy valahelyzet technősnek hívják őket, úgyhogy rendkívül egyedi, más iszapteknősöknél nem nagyon találni hasonlót, úgyhogy neki olyan, mintha egy ilyen szem csemege kukoricát távigyeztetett volna az orrára. Ez a hímekre jellemző, ez nagyon jól bepasszolna az első előadásban, a technősök udvarlásáról volt szó, csak hát így most ez így nem passzol vele, mivel fogalmam sincs, hogy hogy használják ezt a hímet nem is tényeket. Remélem az majd idővel kiderül. Úgyhogy ez a teknős nem régen lett felfedezve, hogy egy gyönyörű idői képeket láthatunk az országra, hogy hol fordul elő. Hát nyilván a teknősöknek ez már kevésbé idilli. Főleg talán na, itt van az időhelyéről egy-két kép. Úgyhogy látszik, hogy ilyen különböző ilyen mocsaras maradványokba tengődnek még ezek a teknősök. És ugye ez egy nagyon nagy probléma, mivel nem nagyon fognak megmaradni, mert nem csak ez veszélyezteti őket, hanem egy-egy gyorsan még előreugrok, hanem a közlekedés is, mert két négysávos út határolja az élőhelyüket, azt az egyetlen tavat, ahol előfordulnak, és folyamatosan gázolják el a teknősöket. És itt felállítottak például olyan terelőkerítést, ahol mint amit a kétjárműveknek is használnak, ugye itt Magyarországon is. És ugye ezzel sikerült befogniuk, én már nem tudom, mert kövezetek megnesenek tévedek, tehát 27 példány, és ugye ezekből hoznak létre populációt, amivel majd valószínűleg nem tudják visszatelepíteni őket ebbe a tóba, mert ez a tó ennek már nagyjából annyi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondták, hogy például ott Ausztriában sokkal olcsóbb egy telek, mint ezen a részen, és ott ház hátán van, és senkit nem érdekel a tó, hanem mindenki ugye szépen oda telepszik, és ugye szép lassan eltűnik a teknősök élőhelye. Ez olyan teknős, amit ha jól emlékszem, 2018-ban fedeztek fel. Szóval, hogy még nagyon-nagyon friss az info, úgy kell elképzelni, ezeket a teknősöket ugye folyamatosan ütötték el a gépjárművek. Utána, amikor kiderült, hogy van ez a faj, és új faj lesz, ez egy hosszabb procedúra. Nyilván a nagyon élelmes kereskedők már énkor lecsaptak rá. És az lett a dolognak így a vége, hogy pikpak az volt látható, hogy ez a teknős, ez ahogy felfedezték, már el is fog tűnni. De szerencsére egyelőre nem az lett a vége, hanem gyorsan ugye a CITES legszigorúbb hatája alá került ez az állat, ami egy nagyon szép papír, de többnyire nem menti meg az állatot, viszont pár dolgot megnehezít. Talán a vele való kereskedelmet is, mert előtte ugye így tudtak vele kereskedni. Én például egy kereskedőtől, nem tudom, hogy ez mennyire hiteles információ, azt az információt kaptam, hogy például egy
ilyen teknősért egy körülbelül ilyen $10 megfelelő összeget fizette ki annak, aki begyűjtötte, és egy ilyen teknős például a fekete piacon ilyen milliós értékbe került, és ez egy kis területű faj, ilyen ez a legkisebb teknős faj jelenleg elvileg a világon. Úgyhogy itt remélem nem hagytam ki semmi olyat, itt is csak hímeket látni, akkor egy videó igazából ezeknek a teknősöknek esélytelen így a túlélése, hogy egy ilyen apró teknős semmilyen sebességgel mozog, ilyen forgalom mellett, hogy abszolút lehetetlen átkelni az úton. És azért kellnek el, ez a hímekre is vonatkozik, mivel hogy ugye a száraz időszakban ez a tó, ez majdnem teljesen kiszáll. És ugye ilyenkor a teknősök ezek elhagyják a tavat, és keresnek egy olyan részt, ahol kényelmesen el tudják ásni magukat. Itt ugye ez elég lehetetlen, úgyhogy itt ha az ember megnézi, hogy mennyi sőt lát előtte akár a mostani időszakban, ugye azok még egész gyorsan tudnak szaladni a teknőshöz képest, hát nekik így nem sok esélyük marad. Na és ugye megvannak az első sikerei, úgyhogy nem régiben számoltak be az első sikerekről, hogy megvannak az első tenyésztett kis teknősök ebből a fajból. Ott itt látható is a... Ez a big thing, but now, the label is wet the way after marker, which is going to be edged. Right here, this, and parents. És itt látjuk a nőstének a feje, hogy nem rendelkezik az a sárga fordulat. Now in war. You see, this is the smallest girl on the planet. The comparison, the size, the hatchling and the father, and the actual mother. And now we should go to the one for the first time in war. It's already very active. And just a few hours old. This is a sure. So what you have to see is that this is a very small creature. This is a alkalmas lehet arra, hogy mivel nem olyan, mint egy lágyhéjú teknős, hogy hatalmas helyet, meg magas rezsiköltségeket igényel, hogy például az ilyen teknősökből simán fel lehet szaporítani egy ilyen nagyobb kolóniát is például az állatkertek között, és talán ez működhet. Itt jelenleg nem ez a fő terv, akkor visszamegyek, mert nem ezzel folytatja tovább a dia. Szóval, hogy itt úgy kell elképzelni, hogy most jelenleg az a tervük, hogy az élőhelyükön ugye teljesen tehetetlenek, ott ugye papíron létezik ezen a részen ugye a természetvédelem. Most jelenleg, mivel magánszemély külföldön nem vásárolhat ilyen vizes területet, akartak menni egy tavat, ahol majd ugye körbekerítik és létesítenek az itteni szaporulatból egy új populációt. Most elvileg ottani emberekkel próbálnak egyezkedni, akik ugye segítenek ilyen tavat vásárolni, és akkor ők tudják használni erre a címre, és így ezek a teknősök fent tudnak maradni. Azt a lecsúsztam. Na, úgyhogy itt van pár dolog, ami nagyon dicséri őket, de szerintem ebből már én is tettem meg párat. Jelenleg 2500 állat van a gyűjteményükben. Elvileg most már valami 220-valahány fajjal rendelkeznek, de igazából ezekben nem szerepelnek az ilyen egyéb ékszerteknősök meg ilyenek, amikkel ugye még akár továbbra is tudnák növelni ezt a számot, hogy rengeteg faj van náluk, úgyhogy nekik van a legnagyobb ilyen gyűjteményük, és nagyon grandiózus terveik vannak, amikkel kapcsolatban szeretnének majd egy új helyet létrehozni, ahol van egy állatkertész, és három hatalmas méretű üvegházában ugye a fő munka folyik ugye a ritka teknősök tenyésztésével, úgyhogy ez külön érdemes kérdésülhet, hogy őnek itt nem az a céljuk, hogy kereskedjenek, hanem nekik az, hogy ugye dolgozzanak ugye ezeknek az állatoknak a megmentéséért, ami nyilván nem egy ilyen jó dolog, mert ez folyamatosan kapkozni kell a pénzt, ők úgy oldják meg, hogy az állatkertet létesítik már, és akkor hát ha az elegendő bevételt fog hozni mellé, és akkor itt van pár kis róla, hogy mit terveznek. Úgyhogy lenne egy ilyen hatalmas nagy dóm, ami egy ilyen teknős alakú helység lenne, és abban lennének ilyen vegyes kifutókban a teknősök más állatokkal, mert
tudom, hogy az itt lévőket érdeklik a technosok, a legtöbb embert ilyen szinten nem, úgyhogy persze más állatokkal is így meg kell fűszerezni a kifutókat, hogy ugye a látogatókból megfelelő mennyiségű bejön, és láthatok az üvegházaknak a tervei, meg a többi egyéb tervezet, de igazából ennyi lett volna. Végül köszönöm szépen, és elnézést, hogy ennyire sokat szövegeltem, úgyhogy ha valakinek kérdése van, akkor jogottan. Remélhetőleg a tervek szerint jövő hónaptól én is a csapatjuk tagja leszek, úgyhogy valószínűleg ezért is bízott meg, hogyha nem tudott már eljönni, hogy akkor megtartsam az előadást, úgyhogy nyilván sok mindenre még nem biztos, hogy tudok válaszolni, én csak egy hetet voltam kint, úgyhogy ha valakinek van kérdése, még akkor ebben szolgálni tudok válaszokkal. És csak azt mondanám, hogy ugye a biodóm itt elbefejezetlenül, nekik meg kellene egy teknős dóm, vagy mi volna, hogyha ezt a két dolgot összefésülnék valahogy. Nem kell hozzá sok pénz, szerintem elég lenne az a 70 milliárd, vagy mennyi ilyen. Mindenképpen hasznos lenne, de az a helyzet, hogy nem tudom, hogy magát a biodóm projektet sem nagyon értem, mert ott is igazából még össze voltam benn, akkor mutatták, hogy hol lesznek ehhez majd a vízilovak, meg az orszarvúak, meg az elefántok, meg nem tudom nekem így, ahogy nézem a biodómnak, megint nem az a célja, hogy ugye a természetvédelmet, meg a fajvédelmet legyen első körbe, de egyelőre szerintem most jelenleg senki nem tudja, hogy a biodómnak mi a célja, vagy mikor, mi lesz belőle. Lehet aztán egy kis átalakításra a stadiont készítenek, de nem tudom, ez majd kiderül, hogy mi lesz a vége. Úgyhogy remélem, hogy valami pozitív lesz, ha megkészül biztos gyönyörű lesz, meg grandiózus, de jelenleg én úgy tudom, hogy komoly tárgyalások folynak arról, hogy hol tudnák megvalósítani, de szerintem, hogyha egy ilyenre lenne lehetőség egy biodómba, az annak szerintem ők nagyon örülnének, de én kevésbé látom realitását, hogy főleg egy ilyen politikával fűszerezett projektbe így ilyen dolgot hoznának ki a végére. Sajnos. Én sem gondoltam, hogy ők megvalósítható. Mi biztos támogatnánk az interjú között. Jó van, hát akkor köszönöm szépen, akkor van mindenki már nagyon éhes, úgyhogy nem tudom, sajnos itt nem lehet megoldani az étkezést épületen belül. Úgy tudunk, hogy ki tudunk menni, és akkor a jeggyen lehet majd visszajönni, úgyhogy mi itt a Nagyvárad tér felé fogunk majd elindulni, és akkor megnézzük, hogy melyik étterem vagy gyors étterem az, amelyik szimpatikus az embernek, és akkor mindjárt vissza is megyek rá, és megnézzük a programot, és rögtön beszélek.